Szeretettel köszöntöm Önöket a Somogyi Könyvtárba, Olasz Attila kiállítás megnyitója. És külön köszönöm Attilának, hogy ismételten elvállalta a kiállítás megrendezését, hiszen már Attila alkotásait korábbi években is láthatjuk itt a könyvtárban. Nem is szaporítom a szót, Bozsóki Gergelyt gitárművészt hallottuk itt az előbb, és majd még, ahogy említettem, hallani is fogjuk. És szeretném átadni a szót Bene Zoltán írónak, a Szeged főszerkesztőjének. Amikor gyerekkoromban irodalomórán az allegóriáról tanultunk, talán a Toldi kapcsán, bár erre nem vennék mérget, először a szó csengése ragadott meg, mint egy mesebeli birodalom neve úgy hangzott. Akkor már régóta sejtettem, hogy a művészet, s benne az irodalom a leghatalmasabb birodalom, ami az embernek csak közel áll. Szemem előtt megjelentek allegória égben nyúló, áthatolhatatlan erdőségekkel borított hegyekkel övezett beláthatatlan pusztaságai, amelyeket hömpölygő folyamok szelnek keresztbe és kasul, a nyári forróságban magától értetődően tikkadt szöcske nyájak legelésznek rajta, s a fáradt vándor elheveredik egy-egy bokor alján, az édes álom pillangó képében elvetődik arra tarka köntösében, de nem mer szemére szállni még sokáig, szinte a piros ló hajnal hasadtáig. Mivel a vándort bármilyen fáradt is lenyűgözi a fenséges látvány, az Alföld tengersík vidéke, hol börtönéből szabadult sasság. Persze aztán megtanultam, hogy az allegória a metaforából származó szókép. A metaforáról amúgy mindenek előtt egy görög konyhai eszköz jutott eszembe, metafora, amfora, edényforma készségek, tunikás görög asszonyok a kamrájának elengedhetetlen kellék. Na, hogy megint elkalandoztam, végtel és az irodalmi elmélet szerint a metafora két fogalom, két nyelvi elem azonosítása, összevont hasonlat, olyan költői kép, amely egy hasonló, azonosító és egy hasonlított, azonosítandó kapcsolatán alapul. Amikor Arany János azt írja a Velszi bárdokban, ajtó megöl fehér galamb, ősz bárd emelkedik, teljes metaforát hozta. Ám amikor valaki idegességében felkiált, hogy mindjárt fölrobbanok, ugyancsak metaforikusan beszél, hiszen önmagát géppel azonosítja, amely képes a túlhevülésre és fölrobbanásra.
Az allegória, tehát a metafora kiterjesztése, olyan költői kép, amit a költő egy hosszabb gondolatsoron, esetleg egy egész művön keresztül végigvisz. Vajda János a Vérasztókról írt versét így kezdi. Itt a nagyhalott előttünk, kiterítve mereven. Írja mindezt az 1850-es években. Levert forradalom után, amikor hosszú évekig csak tél volt, és csend, és hó, és halál. Amit gyerekfejjel éreztem, nem csak képzelgés volt. Az allegória, a szimbolikus gondolkodás, a mitológikus világkép, a képes beszéd valóban birodalom. Csodálatos, bejárhatatlan, megunhatatlan, felemelő világ. A minap a televízióban az egyik természetfilmeket sugárzó csatornán majmokról szóló film beharangozóját láttam. Majomkéz, amely kavicsal diót tör, majomkéz, amely bottal halászik, majomkéz, amely gyufával tüzet gyújt, aztán nyárson süti a pillecukrot. A négy emberszabású majomfaj, az a gorilla, a csimpánz, a bonobó és az orángután képes megdöbbentően emberi cselekedetekre. Eszközt használ, megtanul bánni a tűzzel, képes elsajátítani a jelbeszéd alapjait. Amit azonban nem tudhatunk biztosan, az az, hogy vajon elvonatkoztatni, absztrahálni is tudnak-e ezek a közeli rokonok. Megértenék-e vajon, hogy amikor Vajda János a virrasztók előtt kiterített nagy halottról beszél, a levert forradalom utáni országot érti alatta. Fölfognák-e a középkori moralitás játékok allegorikus üzenetét? Az énekek éneke egyes párjában meglátnák-e Izraelet és Jahvét? Tudnának-e nem csupán egy, de több értelmet tulajdonítani szavaknak, képeknek, mozdulatoknak? Ez egy alapvető kérdés. Mert amennyiben erre a kérdésre igen a válasz, akkor nem emberszabású majmokról, hanem valamiféle emberekről kellene beszélni. Jane Goodall mondta, a csimpánzokra utalva, hogy el kell fogadnunk, hogy nem mi vagyunk az egyedüliek a Földön, akiknek személyiségük és érzelmeik vannak. Márpedig Jane Goodallnál jobban ezt senki nem tudhatja. De vajon, teszem föl ismét a kérdést, közeli rokonaink képesek elvonatkoztatni? Tudnak absztrahálni? Megérthetnek egy metaforát, egy allegóriát? Azért is alapvető ez a kérdés, mert ma már nem csak a csimpánzokkal kapcsolatban kell föltenni. Föl kell tennünk magunkkal kapcsolatban is. Szimbólumpusztító és mítoszromboló, az összetett emberi gondolkodást a végletekig egyszerűsítő körben élünk bő 200 századon. Olyan ebben az egyre inkább egydimenziósá váló világban, ahol a fekete leginkább csak fekete, fehér pedig többnyire csupán fehér, hogyan viszonyulunk a képes beszédhez, az allegóriákhoz, metaforákhoz, szimbólumokhoz? Viszonyulunk-e még valahogyan? Észrevesszük-e még, hogy a jelentések rétegzett? Hogy a világ egyik csodája éppen az, hogy nem egyértelmű, nem egyszerű, és nem is egyszerűsíthető. Hogy a mélységek és rétegek páratlan, végtelen és lehetőségek tárházával teli színes birodalma végleg elveszik számunkra? Elhódította tőlünk a kényelem és a fogyasztás szürke és egységú gyönyöre? Olasz Attila kiállítása kiváló alkalom arra, hogy teszteljük. George Braque szerint egy kép megértéséhez nincs szükség egyébre, mint egy székre és időre. Figyelni, megfigyelni, látni és meglátni. Észrevenni Attila az Őrző című kisplasztikájában a részletekben rejlő szimbólumokat. Az Égi látogató című festményén a szakrális és a profán párbeszédét. Fölötte című képének sokrétegű transzcendenciáját. A világ tengelye mögött rejtező évezredes jelképtartalmakat. Nézni, figyelni, megfigyelni, látni és meglátni, fölfejteni, fölfedezni, kibontani, elképzelni, tovább gondolni, újra gondolni, újra alkotni. Lépegetni képről képre, tárgyról tárgyra, Olasz Attila birodalmának képeiről képeire, tárgyairól tárgyaira. Sajátos birodalmi lépegetővé válni. Higgyék el, ez egy igazi, izgalmas szellemi kaland. Jó mulatság, emberhez méltó munka. Jó kalandozást kívánok mindenkinek allegória birodalomban. Hódítsák meg, hódítsák vissza. Thank you.
Thank you.